és fel szeretném kérni Pannus Nékédi Katalin professzor asszonyt. De mielőtt átadnám a szót, azt kell, hogy mondjam, a Telki családon belül hála Istennek női szereplők is voltak, fontos személyiségek mindmáig. Mert hát nem lett volna, ez egyébként a család belső demokratizmusából, világlátásából, európai dimenziós látásából, akkori időben ez természetesen hozzátartozott. Nem juthatott volna szó Kéri Katalin professzor asszonynak, mert az ő eddigi tudományos munkássága jelentős részben női nevelés ügyjel foglalkozik, úgyhogy a Teleki család fontoskodott róla, hogy ő mai előadónk is lehet. Ameddig Katalin készülődik, gondolom egy fél percen belül megvan. A bemutatáshoz még az is hozzátartozik, a Nevelés Tudományi Doktoriskola vezetője, ez éven együttől. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm a szimpózium résztvevőit, kiemelten is természetesen a Teleki család itt jelenlévő tagjait, de minden kollégámat a könyvtárból, az egyetemről, természetesen a diákokat és a legkülönbözőbb szinterekről az egyetemhez kapcsolódóan. Az elmúlt héten, október 23-án éppen, 150 éve volt annak, hogy Párizsban örök álomra hunyt a szemét 1862-ben Teleki Blanka. Teleki Blanka, akinek az életútjáról, a lányneveléssel kapcsolatos gondolatairól szeretnék most egy rövid összefoglalást adni, és hadd jelezzem, hogy ez számomra óriási megtiszteltetés. Bocsánat, szeretném egy olyan mottóval kezdeni az előadásomat, amely, mint láthatják, és amit is mindenki tudja, Széchenyi Istvánnak nyomtatásban 1830-ban megjelent Hitel című művéből, annak is a Honung szebb lelkű asszonynak készített ajánlásából került kiválasztásra, mert azt gondolom, hogy ez Teleki Blankához, a Teleki család történelmi szerepéhez, és különösen a Teleki család nőtagjainak a történelmi szerepéhez nagyon-nagyon méltó idézet. Annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli a ti nemetek műve, írta annak idején Széchenyi István. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, mi is volt az a sok nemes és szép, amit Teleki Blanka, ez a kiváló hölgy tett reformkori Magyarországon, illetve a forradalom és szabadságharc idején, meg azt követően, mindenképpen legalább röviden át kell tekintenünk, hogy mi volt az a kiinduló helyzet a magyarországi nőnevelés történetében, ami az ő fiatal korában, illetve érett felnőtt éveiben jellemző volt. És mi volt az, amit igazán reformálni kellett, amit megújítani volt szükséges a nemzeti szellem, a nemzet felemelése és megmaradása érdekében. Csak egy rövid áttekintést tennék erről, közismert dolgokat láthatnak a dián. A 18. századhoz térnék mindössze vissza, de azok a jellemzők, amelyek ebben a században voltak, már előrevetítik a következő századot. Egyrészt a különböző felekezetek, például az akkoriban már Magyarországon is jelenlévő mi asszonyunk és Orsolyita rend, illetve a Mária Terézia idején az ő segítségével Budán iskolát nyitó angol kisasszonyok, de mondhatjuk azt is, hogy mellett a protestáns felekezetek, reformátusok, evangélikusok egyre inkább figyelmet kaptak már a 18. században, és különösen a felvilágosodás időszakában a leánynevelésre, a női művelődésre. És 1777-ben az atomügyi szabályzat, amit Mária Terézia adott ki Magyarországra vonatkozóan, és amit ugye Erdélyre majd 1784-ben már nem az ő uralkodás alatt nyilván a Norma Régia szabályzat terjeszte ki. Tehát ebben, ezekben a szabályzatokban már szó esett a lányoknak a neveléséről, alsó és középszinten természetesen, és társadalmi hovatartozásukhoz kapcsolódóan különböző tartalmakkal. 1799-91-ben az akkori diéta, mint ez is azt gondolom közismert, ifjabb korompai Brunswick Antal grófot bízta meg azzal, Brunswick Terézia édesapját, illetve Teleki Blanka nagyapját. Őt bízták meg azzal, hogy létrehozzon egy olyan bizottságot, amely bizottságnak a feladata javaslatokat kidolgozni a nőnevelés átalakításához. A javaslatok elkészültek, és mostani szemmel nevelés történő szemével nézve kiváló javaslatok voltak, akkor viszonyain messze túlmutató, nagyon modern gondolatokkal, elem részekkel. Azonban ebből a javaslatból akkor azokban az évtizedekben, amelyek utána következtek, nem lett semmi, hiszen a jakobinus mozgalom leverése után a sokáig szünetelő országgyűlési időszakban egészen a reformkorig tulajdonképpen jelentős változások
a lánynevelésben sem történtek. Azt viszont láthatjuk, hogy az 1790-es évektől az éppen akkoriban már kibontakozó magyar nyelvű sajtóhasábjain is egyre többször volt téma az, hogy mire kell tulajdonképpen a lányokat nevelni, tanítani, hogy a házi vagy az iskolai nevelés legyen, ami igazán az ő esetükben előtérbe kerül. Illetve nagyon fontos volt már ebben az időben az a sok politikai pamflet, amelyek a nemesség életvitel kritikáját adva a női jogokat, a nőknek a művelődési lehetőségeit is feszegették legelőször, megfogalmazva olyan gondolatokat, amelyek már valóban forradalminak tekinthetők, és amelyek majd 1848-ban visszaköszönnek, például Teleki Blanka akkor működő és virágzó iskolájában is. A 18-19. Század fordulóján különböző nagyvárosokban, Erdélyben és Magyarországon nagyon sok leányiskola is nyílott, amelyek magániskolák voltak. Ezekben többnyire az volt jellemző, és sok esetben egyébként a felekezeti iskolákban is, hogy a lányokat, amire tanították, nem volt igazán valami mély tudományos gondolatot, tudományos tárgyak, sokkal inkább arra tanították, ahogyan ez a Bezerédi Amália féle könyv 1836-os illusztrációján is látszik, hogy tudjanak legalább kicsit zongorázni, hogy értsenek a miniatűra festészethez, hogy tudjanak táncolni, kedvesen, illedelmesen viselkedni. Hozzátartozott egy bizonyos korabeli újságcikk szerint még a kebel duzzasztás tanítása is a lányok neveléséhez, mert ugye ez is fontos ahhoz, hogy jó partit remélhessen a család. Ezeken akartak változtatni azok a reformerek, akik az 1830-as években egyre nagyobb számban is, bár ez a riacsalóka, de nem csupán a nőinek tagjai közül, föléptek annak érdekében, hogy másféle. Egyrészt a legújabb tudományos eredményeket a lányoknak is közvetítő iskolai nevelésre van szükség, másrészt pedig természetesen a korszellemiségének megfelelően magyar nyelvű nevelésre van szükség. Azon személyek sokasága szerint, akik az 1820-as, de inkább 30-as és 40-es években Magyarországon a lánynevelésről írtak, illetve leányiskolákat szerveztek. Ugye láthatják, nagyon impozáns ez a kis galéria, még akkor is, hogyha mondom, ezt átehetjük, hogy hosszasan folytathatnánk, hiszen hiányzik innen Széchenyi István, Eötvös József és mások, azok a nagyok, akik szintén nagyon fontosnak tartották, és országgyűlési hozzászólásaikban is esetenként kifejtették, hogy a leányok, illetve a lendő édesanyák, a nők kezében is ott van a haza sorsa. Mert láthatják ezt a sort így is, nagyon impozáns, Bronszvit Teréz, természetesen ott van az elsők között, akik a nőnevelésért nem csak szólnak, hanem tesznek is ebben az országban. Ott van Karacs Teréz, akinek az édesanyja, Karacs Ferencné Takács Éva, a legelső komoly sajtóvitákat folytatja le a 19. század elején Magyarországon a lányok nevelése, a női művelődés érdekében. Ott van Fáj András, akivel Teleki Blanka Vidal személy szerint vitatkozik, írásaiban is van ennek nyoma, mert Fáj András magánnevelőintézeteket és nőnevelőintézeteket szeretett volna állítani. Ezzel is nagyon úttörő gondolatokat alkotott a legtöbb esetben. Ő a házi nevelés, a családi körben történő leánynevelés mellett tette le alapvetően a voksát. És hát természetesen ott látják ebben a galériában, ezen a dicsőség táblán Teleki Blanka és barátnője, Sors és harcostársa képét, Lővei Klárának is a portréját. Teleki Blanka nagynényéről, Bronszvit Terézről azért tartom fontosnak, hogy egy diát kiemeljek, mert a kutatásaimban egyértelműen úgy találtam, hogy az a fajta szellemi egység, az a fajta lelki együtt rezdülés, ami őket jellemezte, az feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy Teleki Blanka pályája éppen úgy kibontakozzon ki, ahogyan kibontakozott. Ugye Bronszvit Teréz Magyarországon a legtöbbször amiatt kerül említésre a nevelés történészek körében, mert hogy ő volt az első magyarországi óvoda, a bizonyos 1828-ban Prisztina városban nyitott angyalkertnek a létrehozója, majd újabb óvodákat nyitott, illetve legalább 80 óvoda nyílt az ő óvodáinak a hatására, mintájára Magyarország különböző helyszínein. A nőneveléshez is kapcsolhatjuk azonban az alakját, és egyértelműen látszik akár a napjait nézzük, akár hogyha Teleki Blankával folytatott levelezését vizsgáljuk,
hogy Blankára még nagyobb hatással voltak azok a gondolatai, amelyek például a cselédlányok számára szervezett iskola körül kibontakoztak, mint amilyen az óvodáztatással kapcsolatos munkássága volt. Ugye közismert, hogy Brunswick Teréz naplójában úgy nevezte Teleki Blankát, mint szellemi gyermeke. Egészen pontosan akarjuk fordítani a német kifejezést, bár a legtöbbször ezt a magyar fordítást találjuk, de valójában szellemi leányának nevezte Teleki Dr. Szó. Mindenképpen szellemi leánya gyermeke volt tehát Teleki Blanka, hiszen köztudomású, hogy ahogy Blankának, úgy Brunswick Teréznek sem született saját gyermeke. Gyermekük lett viszont mindenki, akivel csak foglalkoztak százak meg ezrek ebben az országban. De Teleki Blanka életútja annyira közismert, hogy én csak egy-két mozzanatot abból a szempontból szeretnék kiemelni, hogy mi is volt hatással az ő gondolkodására pedagógiai szempontból a lánynevelés vonatkozásában. 1806-ban született gróf Teleki Imre, gróf és Brunswick Karolina grófnő első gyermekeként, és a közismert, hogy lettek aztán testvérei, még Emma nevű húga, illetve Miksa nevű öccse. 19 éves koráig Blanka Erdélyben élt, és természetesen, mint akkor ott az arisztokrata családokban ez szokásos volt, magyar nyelven nyert a nevelését, hiszen magyarul beszéltek otthon a családi körben is. Tanult viszont idegen nyelvet, nevelőnök tanították. Nagyon korán kitűnt a tehetsége a művészetekhez, elsősorban a rajzoláshoz, festészethez kapcsolódóan. Megjegyzem, és gondolom ezt nem csak az itt Teleki családtagok tudják, hanem a teremben sokan még, hogy a telekiek között nagyon-nagyon sokan voltak, és gondolom én, hogy vannak is, akik kiváló művészi tehetséggel rendelkeztek, rendelkeznek nagyon is. Teleki Blankát nagyon-nagyon érdekelte a matematika, a történelem, a szép irodalom, és az egyik nevelőnője belé oltotta már nagyon korán, tényleg már kislány korában feljegyzések szerint a szabadságnak a szeretetét, mert a görög szabadságharcról mesélt sokat Blankának, aki ezt ő Blankára memoáriai szerint például többször emlegette felnőtt korában is, hogy ez milyen nagyon nagy hatással volt rá, és mindre felkeltette az ilyenfajta ügyek iránt az érdeklődését. Egy egészen más világ nyílt ki előtte akkor, amikor édesapja megkérte arra Teleki Blanka nagynényét, Brunswick Terézt, hogy vigye el Erdélyből, hogy hadd nyíljon ki számára a világ, hogy hadd lásson valami mást is, mint ami hosszú falván van. És ugye akkor került első ízben 1825 és 28 között egyrészt Budára, másrészt pedig Martonvásáron a szülei házába. Nagyon sok mindennel találkozott, foglalkozott ebben az időszakban, amit otthon Erdélyben nem, vagy nem úgy tapasztalt. Utána 1836-ban tért vissza újra nagynénje mellé, és ugye ekkor következtek azok a külföldi utazások, amelyek során Blanka Brunswick Teréz mellett és Emma hukával együtt egyébként meglátta, hogy máshol milyen új nevelési törekvések vannak, és hogy hogyan foglalkoznak a lányok iskoláztatásának ügyével német, osztrák, svájci és olasz területeken. Az első olyan fajta fellépés, ami már a nyilvános fellépés jelentette Teleki Blanka életében, az 1845-ben történt. De ha belegondolnak, egy 39 éves olyan nő áll előttünk, aki sokat látott már, aki különböző dolgokat tapasztalt és mindenféle gondolkodásmóddal megismerkedett, de akinek kellett ez a 30-as éveiben való létezés ahhoz, hogy rájöjjön, hogy a saját művészi ambícióinál fontosabb dolgok is vannak a világban. Igazán ekkor a 40-es években, és a nyilvánvalóan hazai reformmozgalomnak, a magyar nyelvügyének és mindezeknek hatására, de ekkor ismeri fel igazán, hogy neki nagyon nagy dolga van az életben, nagyon nagy feladatai vannak. 1845-ben a Pesti Hírlap hasábjain láthatják és közismert, hogy egy főrangú hazafi aláírással közölte le azt a szózott kezdetű vagy című írását, amely a magyar főrendű nők neveléséről íródott. Gyakor szokásai szerint nem nagyon volt divat női nevet aláírni a sajtóban, akkor sem, hogyha pedig már akkor nem is kicsi számban nők készítettek egy-egy ilyenfajta fogalmazmányt vagy sajtócikket. Egyszerűen sokszor a cenzúra írtotta ki a női neveket,
mások álnéven publikáltak, és hát persze arra is lehetett számítani, hogy a női név szerepel ez 1840-es években egy sajtócikk alján, akkor a férfiak lapozni fognak. Ez még egy ilyen világ volt, de éppen átalakulóban, mint ahogyan tudjuk. Tehát ebben a szózat kezdetű a című írásában foglalkozott igazán nyilvánosság előtt. Először foglalkozott azzal, hogy a lányoknak a nevelése, a főrangú lányok nevelése magyar nyelven nemzeti érzelme kialakításával mindenképpen fontos, ez a társadalom átalakulásához szükséges. A következő évben, 1846-ban a Honderű című, a kortársak szerint nagyon szórakoztató, de teljesen jelentéktelen sajtótermékben jelent meg az írása. Ott a saját nevével, ugyanakkor mondom, a cenzúrának köszönhetően tulajdonképpen egy parciális, teljesen parcéli lapban nem volt igazán ennek a lapnak hatása a kortársakra, mondjuk az iskola szervezés vonatkozásában. Számunkra azonban nagyon-nagyon jó, hogy megjelenhetett ebben ez a bizonyos nyilatkozat Teleki Blanka tollából, mert ebben foglalta azt össze, ami utána már pár hét múlva meg is valósult, hogy milyen legyen egy leányiskola, hogy ott mire, minek érdekében hogyan kell a lányokat nevelni. Ebben az 1846-os írásában, ahogyan látják, a cenzorokra utalva fogalmazta meg, hogy a nyomorultak, mármint cenzorai attól félnek, hogy néhány év múlva egy tucat hazafiasan gondolkozó nővel több lesz Magyarországon, hiszen ő azt tervezte, hogy körülbelül tucatnyi lányjal indítja el az iskoláját. Itt egy pillanatra miatt szeretnék megállni, mert ennek, amit a nyilatkozatban Teleki Blanka összefoglal, illetve annak, ahogyan majd az iskolája későbbiekben, bár tudjuk, hogy nem túl hosszú ideig működik, tehát annak pedagógia történeti jelentősége van, és én ezt már nemzetközi konferenciákon is egy-két elszínen elmondtam, hogy mindakkor, amikor ünnepeljük a 19., de inkább a 20. század elején azokat a reformpedagógusokat, akik gyökeresen megváltoztatják az iskolákat, és kiemelünk nemzetközi szintéren olyanokat, mint Elenkei és Léttanítónő, vagy Rudolf Steiner, Waldorf iskolák létrehozója és mások, hogy valahogy elfelejtkezünk róla, tulajdonképpen még Magyarországon is, hogy Teleki Blanka már ebben a nyilatkozatában mindent összefoglalt, amit később a reformiskoláknak a létrehozói, az életreform mozgalmaknak a képviselői próbálnak közvetíteni. Ugyanis Teleki Blanka azt fogalmazta meg, hogy kicsi csoportokban kell a gyerekeknek, diák lányoknak az aktivitására helyező a hangsúlyt folytatni, folyni az oktatásnak. Azt hangsúlyozta is az iskolájában a diákfeljegyzésekből, tudjuk, hogy ez milyen nagyon meg is valósult. Azt hangsúlyozta, hogy a szemléltetés elengedhetetlenül szükséges, de ez nem csak szemléltető eszközök beemelését jelenti, hanem azt, hogy a négy fal közül ki kell menni, hogy a természetet kint kell megismerni az erdőben, a réten, a csillagos égboltot nem könyvekből, hanem a csillagos égre föltekintve, és így tovább. Tehát olyan fajta reform gondolatai voltak, persze mondhatjuk azt is, hogy visszakapcsolva a reneszánsz legnagyobb pedagógiai gondolkodóihoz, amelyek az akkori pedagógiában szinte ismeretlenek. Tehát ő akkor próbált egy leányiskolai metódust kitalálni, amikor a hazai iskolák, amelyek nagyon túlnyomó részt fiúk számára létrehozott és fönntartott iskolák abban a korszakban, egyáltalán nem ilyenek. Tehát ő nem a tanári előadásra, nem az ex-katedra kijelentésekre, hanem a diákoknak, ezt nem ő írta természetesen, én mondom, az interaktivitására helyezte a hangsúlyt, ez volt az iskolájában fontos. 1846-ban ez az intézet, amit ő a leányok számára megálmodott, egy általa bérelt lakásban, az úgynevezett Majtényi házban, a mostani Szabadság téren meg is nyílott. Ebben a Majtényi házban, ebben a lakásban várták a növendékeket, ugye mondtam, hogy 12 leányra számított Teleki Blanka, csak hogy őt hóbortos grófnőnek tartották többek között abban az időben, és ez még a finomabb jelentés belekapcsolatosan, és éppen ezért nem nagyon özöllöttek a főrendű leányták ebbe az iskolába, a családjaik nem tartották lényegesnek, inkább mondom, egy hóbortos ötletnek, hogy egy ilyen intézet megnyílott. Úgyhogy az első évben előállt a világtörténelem egyik
diák szempontjából bár kínos, de legpozitívabb változata az iskoláztatásnak, hogy egyetlen egy diákkal, bizonyos Puteáni Rózával, aki Deák Ferencnek volt a keresztmánya, ezzel az egyetlen egy diákkal foglalkoztak a kiváló, olykor akadémikus szintű tanárok. Eközülük csak háromnak a képen láthatói, bizonyos Fejér Pál, majd Vasvári Pál néven elhíresült fiatalember történelem tanárként szerepelt ebben az iskolában. Nincsenek erről precíz források, de nagyon úgy gondolhatjuk, hogy amikor az iskolai diákok száma megszaporodott, akkor belé mindenki szerelmes volt, hiszen 20-as éveiben járt, fes volt és forradalmi gondolatokat hirdetett. Lővei Klára lett az iskolának a nevelőnője, aki Teleki Blankával együtt tulajdonképpen mindenben együtt volt a növendékekkel, először Rózával, aztán a többi leánnyal, akiket oda beiraktak. Hanák János tanította a természet ismeretet, alapvetően úgy, amire az előbb utaltam már, hogy kirándult a lányokkal a legkülönbözőbb szép, rigetes és erdős hegyes területeken, ami Pest Budát illeti. Kiváló zenész, kiváló a gyümölcstermesztéshez értő tanára és mások voltak ennek az intézetnek. A jó hír az terjedt, de Puteáni Rózának jó hír volt az, hogy mások is jönnek, mert képzeljék el ezt a helyzetet, ő nem hiányozhatott az rögtön felfünk. A tanárok esetleg hiányozhatnak. 1847 őszétől, tehát amikor a második tanévvel indult ebben az iskolában, akkor már jöttek, és végül is 15 diákkal működött a 48-as bezárás időpontjában ez a pesti leánynevelő intézet. Teleki Blanka maga betette azt papírra, amit ki is vetítettem, hogy sokat vártam ettől, de valóság felül múlja a várakozásomat. Ugye nem csak a létszámokra gondolt ő itt, hanem arra a tartalomra, arra a szellemiségre, ami ebben az iskolában uralkodott. 48. márciusában, ami szintén közismert, több ott akkor tanult diák följegyzései, fogalmazásai is például erről ránk maradtak. Óriási volt a diáklányok között a lelkesedés, egyenesen harcba akartak indulni, amikor majd a szabadságharc is kitörött, nagyon lelkesedtek. Tehát szomorúságot legfeljebb az okozott számukra, hogy ugye Vasvári Pál az első pillanattól, március 15-től kezdve már más dolgokkal volt elfoglalva, bármennyire szeretett is ebben az intézetben tanítani, de történelem tanári szerepén túlnőtt maga a történelem. Van ez így szerencsére mindig. 1848 áprilisában ezek a leányok, akik ebbe az intézetbe jártak, nyilvánvalóan Teleki Blanka és Lővei Klára segítségével vagy buzdítására egy olyan kiáltványt fogalmaztak, amelyben pontokba szedték azt, hogy szerintük hogyan kell átalakítani Magyarországnak az oktatás ügyét. Ennek természetesen kiemelt pontja volt, hogy jogokat kívánnak a nőknek. Benne van a kiáltványban, hogy rögzítenie kell az új magyar felelős minisztériumnak az alkotmányozás során azt, hogy soha többé Magyarországon olyasmi ne szerepelhessen az alaptörvényben, hogy mindenki szavazhat, kivéve a nőket, mert korábban ugye úgy volt ez. Nagyon fontosnak tartották ezek a lányok, és az elsők között Magyarországon, és hát gondolják meg, 8 és 12 éves kor közötti kislányokról van szó ebben az esetben, hogy a kiáltványban második pontként rögzítsék azt is, hogy Magyarországon a lányoknak, a nőknek egyetemi lehetőséget is kell biztosítani, hiszen ebben az időben, de egyébként nem csak itt, hanem mások Európában sem léphettek egyetemre a nő. Ugye köztudomásul, hogy jó sokat kellett erre aztán várni 1895-ig, amikor is csupán a bölcsészeti, az orvosi és a gyógyszerészeti fakultások megnyílva végül a leányok előtt. Teleki Blanka végül is az Életképek című sajtótermékben közölt írásában májusban egy kicsit óvatosabban mégiscsak azt fogalmazta meg, hogy a nő emancipáció, amit ugye mondtam, hogy a saját diákjai is követeltek, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de szerinte előbbre való az a fajta reform, ami nő legelsősorban is művelődési reformot kérte. Tehát arra gondolt, és emlékeztetem az itt őket, hogy nagyon hasonlóan Széchenyi Istvánhoz, hogy addig politikai jogokat adni például a nőknek, amíg nem eléggé műveltek, amíg nem látják át minden a bonyolultságát és felelősségét, hogy ez nem volna helyén való. Úgy gondolta, hogy a reformoknak kell előbb jönni, amelyek átrendezik a gondolkodást, amelyek eléggé műveltté teszik ahhoz, ebben az esetben a nőket is, hogy politikai jogaik legyenek,
Tehát úgy gondolta, hogy ez az elébb való, ezt fejtette ki az Életképek című lap hasábjain. Az 1848-as év végén, amikor Windischrécz csapatai már fenyegették Pestet, és akkor Teleki Blanka úgy tartotta jónak, hogy be kell zárnia az intézetét, hazabocsájtották a lányokat, akik mondom a források szerint nagy sírás és rívás közepette távoztak, és még a hazafelé is képéseket készítettek a katonáknak, mert úgy gondolták, ugye ebben az iskolában ezt szívták magukba, hogy történelmi feladataik vannak. 49. januárjában a Debrecenbe költöző kormány nyomában Teleki Blanka és Lővei Klára is megindul. Ez életútjuknak azt hiszem, hogy nagyon közismert részlete, hogy milyen nehézségek áram, de végül is elérték Debrecen. 49. áprilisában láthatóan jó nagyokat ugrott, de most ugye nem a lányneveléshez szorosan kapcsolódó életrajzi részletekről van szó. 49. áprilisában Teleki Blanka Nagyváradra ment, ahol Vasvári Pál csapatát, akik ugye próbáltak azon lenni, hogy Erdély felszabadításában más csapatokkal egyesülve közreműködjenek. Tehát ő lett a zászlóanya, a zászlószentelésen nagyon közismert szerepe volt, a köztársaságért felkiáltással avatta a zászlót. Ugye ezt is majd később a király felrólják Teleki Blankának. 49 őszén úgy látta, hogy akkor tehet legtöbbet a hazájáért és a bukott szabadságharc után a menekültekért, illetve a jövőbeni kibontakozásért, hogyha visszavonul, hogyha nem lesz szem előtt. Úgyhogy Pál falvára vonult vissza, és innen próbálta megsegíteni azokat, akik bújdosok voltak, saját tisztartójaként is maga mellett vagy alkalmazott például ilyen személyt, küldözgette rendszeresen Pestudára, az ott maradt Lővei Klárának a pénzt, hogy akiknek szükséges segítsen, ugye közismert, hogy törökül tanult, hogy a Kossuth emigrációval kapcsolatot tartson, folyamatosan levelezett a teljesen semleges sorok közé, egy tintával írva a gondolatait, az akkor már Párizsban lévő Teleki Emma rugával és az ottani emigráns körökkel. Tehát nagyon visszavonultan élt, ugyanakkor rendkívül aktívan, és nagyon sok ember köszönheti ma már felbecsülhetetlen értékű munkásságának az életét, illetve az akkori viszonylag elfogadható életkörülményeit. 1851-ben tartóztatták le és fogták perbe egyébként közismert a Lővei Klárával együtt, hát nem egy helyszínen voltak. Nagyon sokáig tartott a vizsgálati fogságának az időszaka. 1853-ban született csak ítélet. Azért emeltem ki az egyik hadbírájának a diámátható feljegyzését telefonkáról, mert azt hiszem ez nagyon-nagyon jellemző volt erre kivételes műveltségű és érzékenységű hölgyre, amit ez a hadbírája is kénytelen volt elismerni, hogy ritka szellemi képességű és tudományos műveltségű, meg nem félelmítő, szilárd akaratú és fáradhatatlan kitartású hölgy volt. Ezt, hogy nem lehetett megfélemlíteni, hogy mindenképpen szilárdan tartotta magát az elveihez. Ez a börtön évei alatt is jól látszott, hiszen rokonai, barátai számtalanszor kérték, hogy kérjen kegyelmet, de a 10 évnyi börtönbüntetés, amit rászhatta, arról ő úgy gondolta, hogy az nem elviselhetetlen, ahogyan írta, nem lesz annyira borzalmas az átfalak között élni, hiszen csodálatos életet hagy a nyitott világban maga mögött. Azok az évek, amelyeket Kufsteinban és Laibachban töltött, azok nagyon nehéz évek voltak számára. Ezekre, mint köztudomású Lővei Klárának a memoáriaiból tudunk legelsősorban visszakövetkeztetni. Egy olyan rajzot láthatnak, ahol kettőjük képe van, ugye, amit maga Teleki Blanka készített, hiszen volt egy nem túl hosszú időszak, amikor például rajzeszközöket és könyveket is kaphattak a börtönben, mert ez nem volt mindvégig úgy. Ja, akkor szabad volt 1857-ben általános amnesztiával, amikor Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynak megszületett a trónörökös gyermeke Rudolf, akkor a mindenféle bűnözőkkel együtt a politikai foglyok köztük Teleki Blanka és amnesztiát kaptak, de a vizsgálati fogság éveiben számítva több mint 6 évet, de körülbelül 6 évet töltött így börtönben. A következő időszakban
bár hazatért egy kis időre, hogy állandóan megfigyelték őt, nem találta már helyét. Olyan külföldi utazások, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy önkéntes emigrációs évek következtek, amelyek az utolsó éveit, az 50-es éveiben járó Teleki Blankának meghatározták. Ugye az általában az elterjedt gondolat, hogy ő Párizsban élte ezeket az éveket, de egyáltalán nem ott halt meg, de nem ott, nem ott élt a korábbi években, hanem elsősorban Stuttgartban, Münchenben, illetve Dresdában, majd Brüsszelbe ment, és utána csak gyógyítatása miatt érkezett Franciaországba. Előadásom végéhez közeledve egy dia erejéig szeretnék egy másik teleki családhoz tartozó, nagyon-nagyon kedves és híres és nagyszerű hölgyről megemlékezni, akinek a Magyarország nevelés történeti kánon alakításban valahogy máig nem jött hely, de minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a képen látható Dezserando Antoninát, aki telekien ma is Dezserando Auguste, aki francia létéről harcolt a magyar szabadságharcért a győri csatában, ő mentette meg az ászlót abban a bukott győri csatában. Tehát Antonináról szeretnék egy-két gondolatot mondani, itt mellette még a testvérét, Attilát láthatják, akinek az ő unokái, Judit asszony levelet intézett hozzám, mert hírét vett ennek a konferenciának, és nagy örömét fejezte ki, hogy Teleki Blankáról szó esik, és írta nekem a levelében, hogy Antonina is nagyszerű hölgy volt. Én örömmel írtam vissza, hogy tudom, nagyon nagy örömmel fogadtam mindig is Dezserando Antonina írásait. Azt gondolom, idézőjelbe tettem, hiszen Teleki Blanka ilyet nem írt, de azt gondolom, hogy őt is lehet szellemi gyermekként megnevezni. Teleki Blankának, de akár Brunswick Teréznek is szellemi leánya volt Dezserando Antonina, akinek a munkássága szintén azt mondhatjuk, hogy a hazai magyarországi és erdélyi leánynevéléshez kötődik. Iskolaigazgatóként Kolozsváron, magántanítóként is korábban, és legalább egy tucatnyi a lánynevelésről szóló munkának a szerzőjeként is említhetjük a nevét, és fordítóként is, ő volt, aki például Jókai Mornak a Közszívember fiai című munkáját először fordította le francia nyelvre. 1914-ig élt, mint láthatják, nem volt gyermeke, tehát ennek a családjának, Teleki Emmának, Attila fia révén vannak mai leszármazottai. Teleki Blanka életművének a pedagógiai üzenetét egy-két mondattal összefoglalva szeretném az előadásomat lassan-lassan berekeszteni. Hát az a gondolat, hogy a lányok nevelése fontos pillér egy nemzet emelkedése megmaradása szempontjából, hiszen ők a leendő édesanyák. Az a gondolat, hogy a nemzeti szellemű, nemzeti nyelven történő nevelésük lényeges, az azt gondolom, hogy nem csak a reformkori vagy forradalmi lázban élő Magyarországon, hanem a mai magyarság számára is felemelően fontos gondolat, illetve az, hogy ha a nők lehetőséget kapnak, akkor az értelmi képességeiket ők is, mi is kibontakoztathatják, kibontakoztathatjuk. Ez Teleki Blanka írásaiban, életművében benne rejlik. Köztudott dolog, hogy 2000-ben a Teleki Blanka díjjal Magyarországon azokat a pedagógusokat jutalmazzák, ismerik el munkájukat, akik nagyon sokat tettek a hátrányos helyzetű gyermekekért. Azt hiszem, hogy méltó díj ez ahhoz, hogy Teleki Blankáról elnevezzék. Végezetül egy szubjektív gondolatot hadd engedjek meg magamban, mert lehetettek is nagyon is szubjektív voltam. Amikor 14 éves voltam, akkor kérte azt az egyik tanárom, hogy készítsünk fogalmazást arról, hogy kit tartunk példaképünknek, hogy milyen emberre szeretnénk majd válni, hogyha nagyok leszünk, ha felnőttek leszünk. Én akkor elsősorban bevallom, Kertész Erzsébet Csikos leányregénye hatására arról írtam fogalmazást, hogy én olyan asszony szeretnék majd lenni, amilyen Teleki Blanka volt. Nagyon megérintett engem az ő élet története. Azt gondoltam akkor, hogy tulajdonképpen ennél többet tenni a magyarságért, a hazánkért, mint amit Teleki Blanka tett, nem lehet. És jó 30 év telt el ezóta a fogalmazás óta, amit egyébként most újraolvastam. De azt mondhatom önöknek, hogy minden betűjét éppen így írnám meg ma is. Nem szokás már így 50 felé
példaképet választ, ami talán szokás emlegetni, nem nagyon divatos, azt hiszem. Én bátran mondom, hogy nekem most is, hogyha a példaképet kellene választani, vagy ha ilyet engedhetek meg magamnak, akkor az én példaképem Telepi Blanka. És azt gondolom, hogy ezzel talán sokan vannak még így, hiszen a párizsi sírhelye az a mai napig is a magyaroknak zarándok helye, és nem csak az ott élő magyaroknak, hanem azoknak is, akik Magyarországról kirándulásokra, tanulmányutakra mennek. Tehát arról, hogy a temetőben, a Munkarmaz temetőben ott van Telepi Blanka sírja, a legtöbb magyar, azt gondolom, hogy tud. Arról is, hogy Irányi Dániel, amikor 1862. október 25-én a sírbeszédjét mondta, akkor utalta arra, hogy egyszer majd, ha Magyarország már szabad lesz, akkor vagy dönteni kell a hangainak a hazahozataláról. Tudomásom szerint ez a rendszerváltozás óta többé-kevésbé, de szinte mindig felszínen van, ugye helyszínként a Martonvásári Brunswick-kripta jött a legtöbb esetben szóba, de ez a kép, ez most 2012. március 15-én készült Párizsban. Ahogyan Széchenyitől vett idézettel kezdtem, ezzel szeretném az előadásomat befejezni is. A hitel ajánlásából való szintén ez a közismert gondolat egy Blanka Barabás Miklós által készített portréjával. Kiemelik a kegekbe a port, s a halhatatlanságra a halandót, üdvözlet és hála néktek. Kölcsönözve Széchenyi István gyönyörű végszavait ebből az idézetből, én annyit mondhatok, hogy üdvözlet és hála annak a Telepi Blankának, aki, ahogyan Lövei Klára memoáriából tudjuk, aki mellette volt az utolsó óráján, aki azzal a szóval az ajkán halt meg, hogy Magyarország. Egyben teljes hallását is a munkájával egyértelműen kiérdemel. Amit én még ezt hozzá szeretnék tenni, hogy 150. évfordulója is van, hogyha itt a közönség odafigyelt halálának. És Székesfehérváron Telepi Blanka gimnázium és általános iskolában a szép ünnepséget tartottak, akikben nem pécsiek, nálunk pedig egy Lővei Klára gimnáziumban, ugyanaz ünnepés többször itt elhangzott. Én ezen a pont...